Tisztelt vendégeink! Hajdúdorogváros önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Városnapja alkalmából kihelyezett ünnepi képviselőtestületi ülésen, itt a Móra iskola dísztermében. A város most ünnepel, és nem csupán önmagát, hanem azt a történelmi kort, amely összefor a hajdúdorogiak hitükért, vallásukért folytatott küzdelmével, az egész magyar görögkatolikus egyházzal. Alkalom ez, hogy fejet hajtsunk elődeink életműve előtt, valamint, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik értékes munkájukkal gazdagabbá tették hajdúdorogot, öregbítették annak hírnevét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm testvérvárosunk delegációját Stej városából, Julián Balázs polgármester urat, Gabriella Balázs polgármester úr feleségét, Kuti Ludovik inspektort, valamint Ramona Novikov kulturális tanácsadót. Dr. Tiba István országgyűlési képviselő urat, Bajna Zoltán urat, Hajdúbihar vármegye közgyűlésének elnökét, a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal Hajdúböszörményi járási hivatalának vezetőjét, dr. Ficsor László urat, dr. Dienes Imre rendőr alezredes urat, a történelmi egyházak vezetőit, képviselőit, szomszéd települések részéről megjelent városvezetőket és vendégeket, Horváth Zoltán polgármester urat, Simon Zoltán alpolgármester urat, az önkormányzati képviselőtestület jelenlévő tagjait, dr. Nagy Nándor jegyző urat, dr. Németh Adrien aljegyzőnőt, a korábbi években Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete által kitüntetésben és elismerésben részesülteket. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a Hajdúdorogváros díszpolgára, a Hajdúdorogvárosáért emlékére, a Hajdúdorogért emléklap, a helyi gazdasági élet kiválósága emléklap, a Hajdúdorogváros ifjú tehetsége díj, a dr. B. Pap János pedagógus emlékdíj, valamint a polgármesteri elismerő oklevél várományosait, kedves hozzátartozóikat és minden kedves jelenlévőt. Az ünnepektől főként azt várnák, hogy legyen végre. Végre valami ne tőlünk függjön. Ne a jókedvünknek, szerencsénknek, boldogságunknak legyen kiszolgáltatva, hanem legyen. Mint a természet. Mint a napsütés. És arcunkat a fénybe tartjuk. Ez volna az ünnep. Jön, amikor ideje van. Harmónia és jóság nő a nyomában. És nem csak jobbá változunk, de a másik jóságára is rátalálunk. Eszterházy Péter ezen gondolatait követően most tisztelettel kérem fel Horváth Zoltán polgármester urat ünnepi köszöntőjének elmondására. Egy város életéről nem sokat tudunk meg, ha csak holdköveit tapogatjuk. De kóstoljuk meg az édességeit, hallgassuk meg muzsikusait, énekesei dalát. Az ősi idők eleven levegőjét a zene, a bor és a dal, a kertek és gyümölcsök illata, a vízcsobogás, a vadászat és a játék képesek felidézni. Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt Hajdúdorog városnapi ünnepi képviselőtestület ülésén.
Hajdúdorog városának szemben sok más településsel nem a városá nyilvánítás napjának évfordulója a városnapja. Az öreg hajdúvárosok egyikeként nem is a Koroponai kiváltságlevél kiállításának dátumának napja jeles ünnepünk. Hajdúdorogon hosszú évek óta minden esztendőben június 8-án ünnepeljük a városnapját a hajdúdorogi egyházmegye megalapításának évfordulóján. Ennek immár 111 esztendeje. Azért választotta ezt a jeles napot Hajdúdorog város vezetése, előjárósága, mert őseink a magyar nyelvű liturgiáért folytatott harcban és az önálló püspökségért való felállításban zászlóvivők, élharcosok voltak. Azt gondolom, hogy ez nem pusztán egyháztörténeti szempontból fontos esemény. Hatással van a mai korra, mindennapi életünkre, településünk társadalmára, intézményrendszerére, egész életére. Jól példázza ezt az is, hogy a centenárium évében, 2012-ben a görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város kitüntető címben részesült Hajdúdorog település. Ahogy Márai Sándor mondja, ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Mi itt Hajdúdorogon ezt tesszük már 6. napja. Hiszen a városnapunkhoz kapcsolódóan egy hetes programsorozattal emlékezünk múltunkra, éljük meg a jelenünket, illetve a jövő vonatkozásában is tesszük mindezt. Kicsik és nagyok, gyermekek és felnőttek, önkormányzati oktatási nevelési intézmények, Hajdúdorog teljes lakossága együtt ünnepel. Idei ünnepségsorozatunk a Nemzeti Összetartozás napjának emlékező és ünneplő eseményével vette kezdetét. Emlékeztünk országunk népünk megcsonkítására, nemzeti tragédiánkra, és ünnepeltük összetartozásunkat, mely a hit és a remény által egy derékba tört népnek elhozta a feltámadást, hiszen a 21. században is élünk, itt vagyunk büszke magyarokként a Kárpát-medencében és szerte a világban. Ebben az esztendőben június 8-a csütörtökre esett. Ez alkalomból Székesegyházunkban hálát adtunk őseink áldozathozataláért, és imádkoztunk múltunkhoz méltó jövőnkért, egész közösségünkért. Mindezen kívül számos kulturális és szórakoztató rendezvény övezi az elmúlt napok eseményeit, illetve a holnapi nap folyamán is ennek szellemében telik a hétvége itt Hajdúdorogon. Fontos tudnunk azt, hogy a gazdag örökség nem csak áldás, felelősség és feladat is egyben. Méltónak, hűnek kell lenni felmenőinkhez a 21. században is. Okkal, joggal merülhet fel bármelyikünkben a kérdés. Megtesszük-e azt, amit a mai kor emberének kötelessége véghez vinni fényes jövőnkért, gyermekeinkért? Ha az elmúlt időszakra visszagondolok, 2023-as esztendőre,
mikor Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, illetve nemzeti imádságunk megszületésének is pontosan 200 éve. Azt gondolom, hogy azokkal az ünnepi eseményekkel, amelyekkel ezekre a nagyon fontos nemzetünket összetartó mozzanatokra emlékeztünk, úgy, mint Petőfi Sándor mellszobrának újraállítása, vagy a himnusz kéziratának, másolatának kiállítása, melyet ezúton is köszönetet mondunk Hajdú-Bihar vármegye önkormányzatának. Olyan emelkedett pillanatokban lehetett része a hajdudorogiaknak, melyek megerősítenek minket abban, hogy őseink útján haladunk. Együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség. Hiszem, vallom és tapasztalom az idézet igazság tartalmát. Ha például most szétnézek a teremben, örömmel tölt el az, hogy ennyien fontosnak érezték, hogy együtt ünnepeljünk. Várostáblán belül és kívül egyaránt. Az ünnepek után azonban következnek a hétköznapok. De a munkás mindennapokban is válvetve dolgozunk településünkért, Hajdúdorogért. Nem csupán a matéria szintjén, amellett a szellemiség megélése, továbbadása területén is. Mi hajdudorogiak, általában az emberek, sokfélék, sokszínűek vagyunk. Olyanok, mint a mögöttem lévő zászlók. Legfőbb feladatunk az, hogy keressük meg azokat a pontokat, ha úgy tetszik, azokat a színeket, azt a közös nevezőt, ami összeköt bennünket. Ezúton üdvözlöm Stejváros delegációját és Lubartóváros delegációját. Köszönjük, hogy velünk ünnepelnek. Ünnepség sorozatunkban Székelyudvarhely város polgármestere is be fog csatlakozni a későbbiek folyamán. Nagy öröm számomra az, hogy a vészterhes időszak után a testvérvárosi kapcsolatokat tovább tudjuk fűzni, meg tudjuk erősíteni azokat. Reményeink szerint újraindul a csereüdültetés Lubartó városával, ezentúl több közös pályázatunk van testvértelepülésünkkel, illetve a kulturális szintéren is több fronton dolgozunk együtt. Az ünnepi képviselői testületi ülés talán legfőbb mozzanata a városi kitüntetések átadása. Ilyenkor mondunk köszönetet évről évre azoknak a kimagasló teljesítményt nyújtó személyeknek, szervezeteknek, akik közösségért végzett szolgálatunkban maradandót és kiemelkedőt alkottak. A szülőváros nem templomtorony, és nem tér szökőkúttal, s virágzó kereskedelem és ipar. A szülőváros egy kapuhaj, ahol először gondoltál valamire, pad, amelyen ültél, és nem értettél valamit, pillanat a folyóvíz alatt, mikor valamilyen régi létezés emlékébe szédültél vissza. Simára csiszolt kavics, melyet megtalálsz a régi asztal fiókban. S már nem tudod, mit akartál vele. A hittanár kalapja, melyen barna folt égtelenkedett, szorongás egy történelem óra előtt, különös játékok, melyeket senki nem ért, és következményeiről álmodsz egy életen át, tád egy ember kezében,
hang, amit éjjel hallasz a nyitott ablakon át, és nem tudod elfelejteni. Hát én így gondolok, mi így gondolunk szeretett otthonunkra, így ünnepeljük Hajdudorogot, a hajdudorogiakat. Nemzetünk apró, mégis nélkülözhetetlen fogaskerekét, a görögkatolikus hajduvárost, ahol görögkatolikusok és nem görögkatolikusok együtt élnek, Bocskai István és Farkas Lajos örökén 2023-ban. Isten óvja Magyarországot, Isten áldja Hajdudorogot. Köszönöm szépen! Felkérem Pajna Zoltán urat, Hajdubihar vármegye közgyűlésének elnökét, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt képviselő úr, hivatalvezető úr, képviselő, polgármester urak, kedves hölgyem és uraim, tisztelt ünnepi közgyűlés. Nagyon nehéz a polgármester úr ünnepi köszöntelő után megszólalni. Én is hatása alatt vagyok, de talán ami nekem ebből a beszédből átjött, ami a legfontosabb, az élet. Kapunk egy lehetőséget a Teremtőtől, és csak rajtunk múlik, hogy hogyan tudjuk ezt alakítani. Ha megszületünk, akkor beleszülettünk egy olyan világba, csak az a kérdés, hogy mit veszünk ebből észre. Átérezzük, megkapjuk hagyományainkat, kultúránkat, történelmünket, és ami a legcsodálatosabb, a anyanyelvünket, a magyar anyanyelvet, a magyar családot, hiszen a édesanyák, édesapák osztják meg velünk ezt a csodálatos kulturális nyelvet, ami egy egész életen el át kísér bennünket. Tegnap bölcsődi átadáson voltam, jó látni azt, amikor a gyermekek a gyermekkorukat boldogan élik meg, mondhatnám azt, hogy felhőtlenül. Én azt gondolom, ez az egyik legfontosabb dolog. Hogyan lehet boldognak lenni, hogyan tudjuk a következő generációnak is átadni mindazt a tapasztalatot, tudást, amit az éppen itt kitüntetettek is, azt gondolom, hogy átadnak, de a településnek, csak a szülővárosoknak, hiszen nincsen annál felemelőbb dolog, hogy az ember úgy éli az életét, hogy van mire büszkének lenni. Talán nem is érik meg az emberek jó része úgy, hogy sikeresek, és nem ünneplik eleget azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit egyébként a hétköznapokban is át kell, hogy adjanak. Egy munkatapasztalat, egy családnevelés, egy gyermeknevelés, vagy éppen az időskori gondozás is ugyanolyan fontos az életünkben, mint egyébként, nem akarok nagy szavakat mondani, mondjuk akár egy Nobel-díj, hiszen vannak olyan díjak, amelyek a nagy közösségnek szólnak, de vannak olyan díjak, amiket a közösség ad azoknak az embereknek, akiket úgy gondolnak, hogy ők, a kitüntetettek, nem így élték meg az életüket, hogy majd valamikor kapnak érte valami fajta megbecsülés, hanem az a hit és elkötelezettség, ami végigkíséri az ő munkásságukat, az a belső meggyőződésük, és valljuk be őszintén a közösségnek a ráhatása. Hiszen a közösség is hat, illetve mi is hatunk egymásra. Talán ez az egyik legcsodálatosabb dolog az emberek életében, hogy nem vagyunk egyedül. Közösségben vagyunk. Hajdudorog például, ez a 111 év éppen azt mutatja, hogy mindig vannak olyan célok, amelyeket nem lehet elfelejteni, mert nem lehet azt mondani, hogy lehetetlen. Tehát nem volt lehetetlen az egyházkerület megalapítása, és ma is azt mondhatjuk, hogy mint ahogy 1000 éven keresztül a magyarságnak mindig megvoltak a maga nehézségei, küzdelmei, és én gratulálok, hogy ezt a Nemzeti Összetartozás napot is együtt élték meg. Csodálkozom is, hogy polgármester úr 6 nap ünneplés után még ilyen stramm és fiatal, és nem látszik rajta a fáradtság. Lehet, hogy mi már egy kicsit belefáradtunk volna, de mégis azt gondolom, hogy
hogy az az egyik legfontosabb, hogy valóban legyenek ünnepeink, és nézzük meg, hogy miért is vagyunk itt ezen a világon, kinek mi a dolga ebben a rendszerben, hiszen nem lehet más, hogy mi is a következő néhány évtized, de mondhatjuk azt, hogy a következő évszázadok alapjaiban mi is végezzük el azokat a tevékenységeket, lehetőségeket, és nagyon fontos a lehetőség, hiszen mindig vannak feladatok, és vannak lehetőségek. A feladatok mindig el kell, hogy végezzük, a lehetőségek közül pedig mi választjuk ki, hogy mi az, amit fontosnak tartunk, és mi az, amivel élünk. Én azt gondolom, hogy Hajdúdarab városának közössége jól sáfálkozik ezekkel a lehetőségekkel, és olyan emberek vannak, akár itt a mai ünnepi közgyűlésen, és az, akár azok, akik nincsenek itt, akik nem csak a hitükben, nem csak az összetartozásukban, hanem a közösség erejében is bízva, egymást építve és segítve tudják azt mondani mindannyiunknak, hogy jó élni Hajdúdarabon. Nagyon fontos azt gondolom, hogy milyen életminőséget sikerül és tudunk megélni, hiszen valljuk őszintén, a mi lelkünket is kell, hogy egy kicsit simogassa valami. És annál nincs is fontosabb, ha az ember a saját családjában, a saját településén, a saját közösségében, a saját nemzetében ezeket át tudja érezni, és ne felejtsük el, itt vannak a testvérárosok, hogy nem lehetünk ennyire önzők sem. Tehát nekünk ugyanolyan fontosak a mellettünk lévő országokban élő nemzetiségek, nemzetek, és azt mondhatjuk, hogy közösen kell nekünk egy Európát, akár a Európa kapcsán ugye különböző más nemzetek irányába is olyan intézkedéseket tenni, ami biztosítja azt, hogy legyen mindenkinek jövője. Most nem akarok nagyon belemenni itt a köszöntőben, polgármester azt kérte, hogy rövid legyek, de azért mégiscsak fontos, hogy hogyan tudjuk megőrizni ezt a bolygót, hogyan tudjuk megőrizni a környezetünket, ezért valamennyiünknek nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki a saját területén végezze el azt a rákiszabott munkát, amit nem elég elvégezni, jól kell elvégezni, példással kell elvégezni, hiszen úgy tudunk kiemelkedni. Valaki mindig jobbat kell tennünk, és nem szabad a múlt, az eddig elvégzett munkákat azt mondani, hogy mi már letesszük a lantot, és tovább folytatjuk, vagy nem folytatjuk tovább. Tehát mindenkit arra biztatok, kitüntetetteket, és azok is, akik itt vannak, hogy ugyanúgy éljék az életüket, ugyanazokkal a kihívásokkal, energiával, és vigyék tovább azokat a területeket, amelyeket eddig vittek, hiszen az látható, hogy a közösség megbecsülése itt van, a közösség eredményesnek ítél az önök munkáját, és azóta is biztatunk mindenkit arra, hogy itt vannak az elmúlt évtizedeknek a kitüntetettjei. Tehát jó példa van bőven, az a kérdés, hogy mi ebből mennyit tudunk megérteni, mennyit akarunk alkalmazni. Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki ezen a ünnepi közgyűlésen itt van, és azt kívánom Hajdúdarab városának is, hogy a következő évtizedekben is ugyanilyen együttműködésben és szeretetben éljék meg a hétköznapokat, úgy, mint a gyermekek, és legyen mindenkinek az arcán az a fajta bizalom, az a jövőbe vetett bizalom, ami a gyerekektől kell, hogy nekünk is energiát adjon. Ha ők bíznak a jövőbe, akkor nekünk is bíznunk kell, és én bízom benne, hogy ebben az együttműködésben nagyon sokak mindig hozzá segítenek bennünket, hogy nem csak bizalmunk legyen, hanem eredményünk is, és akkor valóban a következő 1000 évben is úgy tud a magyarság itt Közép-Európában megmaradni, mint ahogy annak idején István király elképzelte. Köszönöm szépen a figyelmüket! Hölgyeim és uraim, most pedig felkérem Julian Balázs Stejváros polgármesterét, hogy köszöntse a hajdúdarabiakat, valamint Major Olivér urat is kérem, hogy tolmácsolja polgármester úr szavait. Mă bucur mult că am ajuns astăzi în fața dumneavoastră. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek önök között. Și cu mare dragoste vreau să vă transmit din partea mea personal și a Consiliului Local. És nagy örömmel szolgál, hogy a részemről üdvözölhetem önöket és a helyi képviselőtestületet a Stei képviselőtestület nevében. Precum și din partea locuitorilor orașului nostru.
a lakosság nevében, Steyr város lakosságának nevében is üdvözlöm Önöket. Salutul nostru pentru dumneavoastră însoțite toate aprecierile. Értékelve az Önök teljesítményét, az eddigi teljesítményét. Îl salut cu mult respect pe domnul primar, domnul viceprimar și pe toți consilierii locali. Üdvözli a helyi polgármestert, a polgármesterokat és a képviselőtestület tagjait. Transmitem salutul nostru și aprecierile domnului președinte al Consiliului Județean și domnului deputat. Képviselő úrnak és megyei közgyűlési elnök úrnak is. Precum și tuturor celorlalte persoane oficiale. És minden előjáróságnak. Salutăm cu mare dragoste orașul și locuitorii orașului Hajdúdorog. És minden hajdúdorogi lakost is üdvözlünk nagy-nagy szeretettel. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această invitație și pentru buna colaborare pe care noi o continuăm cu locuitorii orașului și cu conducerea orașului dumneavoastră. Nagyon örülünk, hogy új alapokra helyezhettük az együttműködésünket, ami reméljük, hogy sikeres lesz a közeljövőben. Am avut mai multe întâlniri cu conducerea orașului și încercăm să punem bazele unor proiecte prin care să accesăm fonduri europene pentru a dezvolta orașele noastre. Több találkozásunk volt már a városvezetéssel, Hajdúdorog városvezetésével, ahol megpróbáljuk az új Európai Uniós forrásokat maximálisan kihasználni. Această dezvoltare ne-am dorit să fie în investiții. Ezek főleg beruházások lesznek, gazdasági beruházások. Dar și în activitățile culturale și sportive. És kulturális és sportrendezvények megszervezésében is számítunk ezekre a megrendezésekre. Am încercat să identificăm câteva proiecte pe care le-am putea depune prin Interreg 6. Egy pár projektet néztünk, ami ez az Interreg 6 címszó alatt fut majd az Európai Uniós pályázatban. Și probabil că acestea le vom consfinți cât mai repede. És valószínűsíthető, hogy minél hamarabb eredményei lesznek ezeknek a pályázatoknak. Am început și o colaborare în planul sportiv. Sport alapon is elkezdtünk egy közös együttműködést. Am fost invitați la o competiție sportivă la care au participat copiii din orașul nostru. Meg voltunk hívva Hajdúdorog város, illetve a Hajdúdorog városban működő Szent Bazil gimnázium Szent György kupájára, amelyet ezáltal is köszönünk. Am obținut locul 2 și copiii au fost foarte fericiți. Bár másodikok lettünk, de nagyon-nagyon boldogok voltunk. Vă mulțumim pentru această invitație și copiii din orașul nostru au dorit să transmită un mesaj pentru dumneavoastră, dar au transmis copiilor din oraș niște cadouri pe care domnul primar și domnul antrenor le vor da. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a meghívást. Ők készültek egy kisebb ajándékkal, ugye most volt a gyermeknap, Romániában június 1-én van hivatalosan a gyermeknap, és úgy gondolták, hogy az ottani gyerekek, a hajdúdorogi gyerekeknek, illetve a mi gyerekeinknek, akikkel együtt közösen sportoltak, egy kis ajándékkal meglepik őket, és ezt átadta az alpolgármester úrnak a tegnapi napon. Sunt niște dulciuri, nu sunt valori foarte mari, dar este impresionant gestul și felul cum au privit ei această competiție. Nem nagy értékre kell gondolni, egy kis édességre, egy kis csomagra, de maga a gesztus, ami elindult a stei gyerekekben, hogy a hajdúdorogi gyerekeknek is jusson ebből a csomagból, ezt kell értékelni. Eu vreau să vă felicit cu ocazia acestei sărbători.
és szeretném üdvözölni és a Városnap alkalmával mindenkit. Szabadorres, multă sănătate și putere de muncă. Sok egészséget és jó munkát kívánok a közeljövőre. Și la mulți ani, Hajdu Dorog. És Isten éltesse Hajdu Dorogot. Folytatnánk, szeretnénk köszönteni a időközben megérkezett Lubartov delegációját név szerint, Krisztóf Pásnik polgármester urat. Renáta Mazur, a városi tanács tanácsosát. Remélem jól mondom, de valószínűleg értik is. Lucina Biskup, városi kincstárnokot. Alexandra Jedriskát, promóciós, kulturális, sport és társadalmi kommunikációs osztály vezetőjét. Valamint Nagy Mihály tolmács urat. Tisztelt ünneplő közösség! Hajdu Dorog fejlődésének egyik legfőbb záloga lakói hitében, szeretetében és erejében rejlik. Hajdu Dorog nagy hírű város. Kiérdemelte a görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város címet, és nagy hírű azon személyek által is, akik így születtek, vagy elköteleződtek a település iránt, és munkásságuk, tevékenységük kapcsán hírnevet szereztek szülővárosuknak, lakóhelyüknek, Hajdu Dorognak. Sokakat elér életében az a kegy, hogy családi boldogságuk és hivatásuk mellett a közösségi munkájukkal is tehetnek Hajdu Dorogért. Utcák, intézmények és díjak viselik azoknak a neveit, akik ilyen kivételes példaként élték életüket. A hagyományoknak megfelelően a kitüntetések átadása következik. Hajdu Dorog város önkormányzati képviselőtestülete a 64/2023. április 27-i képviselőtestületei határozat alapján a nagyra becsülés és a tisztelet méltó kifejezéseképpen Pap György Ferenc urat Hajdu Dorog város díszpolgárává fogadta. A fél évszázadon át végzett kiemelkedő, hagyományőrző és közösségépítő tevékenységért, a zenei oktató nevelő munkájáért, az önkéntes feladatvállalásaiért, a nemzeti kultúránkat gazdagító népdal és népzenei hagyományok ápolásáért és éltetéséért, a Hajdu Dorog város hírnevét öregbítő munkásságáért. A kitüntetés átadására tisztelettel kérem fel Horváth Zoltán polgármester urat. Kérem fel, hogy jön a színpadra. A kitüntetés átvételére tisztelettel megkérem Pap György Ferenc urat, hogy jöjjön közénk, de már jön is, rutinos. Pap György Ferenc kitüntetett, így van magáról. A teljes nevem Pap György Ferenc. Születtem 1950. február 15-én Hajdunánáson. Szüleim voltak Pap Mihály postai tisztviselő és Szakál Katalin élelmezés vezető. Házasságukból 4 gyermek született. Én harmadikként láttam meg a napvilágot, testvéreim Mihály, Éva és László. Feleségem Helga Taus német állampolgár, 1971-ben kötött házasságunkból 2 gyermek született, Andrea és Helga. Egy kislány és 3 fiúnokánk aranyozza be életünket. Az általános iskolát a hajdudorogi Petőfi téri iskolában végeztem, már akkor közel kerültem az énekléshez, zenéléshez. Néhány évig tanulhattam hegedűn játszani Fekete Antal jóvoltából, ami megalapozta későbbi népzenei érdeklődésemet. Érettségi vizsgát a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor szakgimnáziumban tettem, majd 5 évvel később C-kategóriás működési engedélyt szereztem népzeneoktatásra és népdalkör vezetésére. Német és angol nyelvből nyelvvizsgával rendelkezem. Gyermekkoromat Hajdu Dorogon töltöttem. A települést ifjúkoromban csupán 5 év időtartamra hagytam el. Ebből az 5 évből 3 az NDK-ban, Dresda városában telt vendégmunkával, 2 évig pedig sorkatonai szolgálatomat töltöttem Kalocsán, Karcagon és Nyíregyházán.
Hajdúdorogra Kazza kerülve először a Volt KTS-ben dolgoztam műszaki előkészítő, majd művezetői beosztásban. Később a Bocskai Termelőszövetkezet szállítás vezetője voltam egészen a rendszerváltásig. Ebben az időszakban vettem nagy hasznát a nyelvtudásomnak, hiszen a rendszerváltás első éveiben az orosz nyelven kívül más idegen nyelven kevesen tudtak beszélni. Feleségemmel együtt szívesen segítettünk tolmácsolással iskoláknak, egyesületeknek, vállalkozóknak, helyben vagy akár más országokban is. Ez mind a mai napig tart, mint például az ausztriai vendégvadászatok során. A Bocskai TS-ből való kiválás után félállásban kezdtem dolgozni, az akkor alakult művészeti oktatásnak köszönhetően a Móra Ferenc általános iskolában. A népzenei tanszak citera oktatója voltam egészen a nyugdíjba vonulásomig. Családunk megélhetést ebben a korszakban az intenzív zöldség és gyümölcs termesztés biztosította. A szabadidő is hasznosan telt, önzetlenül és szívesen tevékenykedtem a város kulturális és sport életében, és 5 nyáron át honismereti gyerektábort is vezettem. Bő 10 év volt életemben az az időszak, amikor lakodalmas zenekarban is muzsikáltam. Sokan szívesen emlékeznek vissza ezen alkalmakra, hozzátéve, hogy más zenekaroktól eltérően mi a népdalok megszólaltatásával lélekmelengető hangulatot teremtettünk, és varázslatos zenei élményt nyújtottunk. Egy másik szerelem volt a labdarúgás. Egy bő cikluson át elnöke voltam a Hajdúdorogi Szövetkezetek Sportegyesületnek. Néhány vállalkozó barátom segítségével mindent megtettünk a sikeres működés érdekében. Például megoldottuk a futballpálya megvilágítását. Erőn felül is igazoltunk játékosokat, az edzői posztra nagy tudású szakembereket biztosítottunk. Az eredmény nem maradt el, 2 osztályt léptünk előre a tabellán. A Hajdúdorogi futballcsapat bekerült az NB3-ba. Társadalmi munkában végeztem a sportegyesület által átvállalt feladatokat, mint a piacüzemeltetést, a szeméttelep, illetve az állati hulladéklerakó hely felügyeletét. A nyári nemzetközi honismereti gyermektáborokat az Erdély Szövetségben tevékenykedő Görög Imre és Halász Péter buzdítására hoztuk létre. Ők segítettek a kapcsolatok kiépítésében, a működés feltételeinek biztosításában. Felejthetetlen napokat töltöttek nálunk gyerekek, többek közt Székelyudvarhelyről, Marosvásárhelyről, Backamadarasról és Muzsláról. A népzenével mélyrehatóan 1973-ban kezdtem el foglalkozni. Ekkor toborozta Seres Imre a fellelhető citerásokat, dalostársakat. Megalakult a Pávakör, mely később népdalkör, majd Bocskai Népzenei Együttes lett. Ez a formáció mind a mai napig működik, és ebben az évben elérkezett fél évszázados jubileumához. A népdalkör korábbi vezetőinek hagyatékát több évtizeddel ezelőtt én vettem át, és mind a mai napig végzem a népzene együttes szakmai művészeti irányítását. Ezen hosszú évtizedek során alakítottam még egy gyermekcsoportot, melynek Csattogó Citera zenekar volt a neve. Több mint 10 éven keresztül vezetője voltam a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület nap népdalkörének, és kezdeményezésemre többekkel együtt létrehoztuk az Akácos út Nóta klubot, mely magyar nótás film formáció idén ünnepi megalakulásának 15 éves évfordulóját. Az elmúlt évtizedek eredményességét bemutató feledhetetlen fellépések és egyéb sikerek felsorolására most nem vállalkozom, de a Szakár György címzetes iskoligazgató által készülő, gondosan szerkesztett emlékkönyvben ezek minden bizonnyal részletesen be lesznek mutatva. Vittük és öregbítettük városunk jó hírnevét szerte az országban, és eljutottunk több külföldi vendégszereplésre is, például Erdély, a Felvidék, Kárpátalja több városa, Ausztria, Olaszország és Hollandia. Az elismerések nem maradtak el. A Hajdúdorog városáért emlékérmet és oklevelet 3-szor volt alkalmam átvenni. Egyszer a Bocskai Népzenei Együttes, később a saját magam, majd az Akácos út Nóta klub nevében. Kiemelendő a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés által adományozott Kölcsei díj, amelyet a Bocskai Népzenei Együttes vehetett át munkásságok elismeréseként. Mindig jó volt a kapcsolatom szeretett városunk közéleti, illetve egyházi szereplőivel. Így volt ez az egykori munkatársaimmal, zenészdalos barátaimmal és általában a város lakosságával. Embertársaim megsegítésére 33 éven át voltam önkéntes véradó. Az elhangzottak összegzéseként bátran tartom magamat lokálpatriótának, és hálás vagyok a sorsnak és a Jóistennek, hogy ezt az utat aránylag jó egészségben, békében végigjárhattam.
Hálás vagyok feleségemnek, egész családomnak, és minden jó akaratú embernek, akik segítettek valamilyen formában. Gondolataimat két idézettel zárom. Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő a mások életét is. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. A kitüntetéshez Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete Hajdúdorogváros közössége nevében gratulálok. Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete a 65/2023. április 27-ig képviselőtestület határozat alapján Hajdúdorog városáért emlékérem kitüntetést adományoz Monostori Viktória Klára a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium művész tanára részére, művészeti alkotó tevékenységért, pedagógusai szolgálatáért, az alkotókörök, művésztelepi táborok szervezéséért, a hagyományok ápolásáért, éltetéséért, példamutató értékrendjéért, a görögkatolikus hitéhez való hűségéért. Megkérem Monostori Viktória Klára tanárnőt, hogy az emlékérem átvételére fáradjon a színpadra. Kitüntetett így szól magáról. Sátoraljaújhelyen, Zemplén fővárosában születtem. A szakrális művészet első gyöngyszemeivel itt találkoztam. A római katolikus templom ólomüveg ablakait nézegethettem, a Cerkó görög katolikus templom ikonosztázát, ami a görög katolikus egyházmeze megye legszebb képálványa, csodálhattam gyerekkoromban. Ez meghatározó élmény volt számomra. Tanulmányaimat Nyíregyházán biológia, kémia, majd olasz és rajz szakon folytattam, valamint teológiát hallgattam. Egyetemi diplomámat a Pécsi Művészeti Karon szereztem. 1991 óta élek Hajdúdorogon, azóta tanítok a görögkatolikus gimnáziumban. Férjemet is itt ismertem meg, akinek támogatásával és tevékeny részvételével tudok nagyobb munkákat is létrehozni. Az ikon iránti érdeklődésem itt teljesedett ki. 1993-ban ikonfestőkört alakítottunk. Különböző ikonfestő lelki gyakorlatokon bővítettem technikai tudásomat jeles ikonfestők segítségével. Dr. Janka Gábor, Kislégi Nagy Ádám, Dr. Sallai Géza, Maklári Zsolt, Mateusz Srodon, és mélyedtem el az ikonok világában.
A Szent Bazil alkotókör elsősorban gimnázium diákjaiból tevődik össze, akikkel az iskolánk szépítésén munkálkodunk. Kápolna, ikonosztáziónja, aula, kollégium képei, de számos kiállításon is részt vettek diákjaink munkái, például a Római Magyar Akadémia egy konferenciáján, a Római Száz Jászol kiállításon, vándorkiállításon a Magyar Ifjúságért Hajdúszoboszlón, valamint a teljességhitele nélkül Debrecenben, Nyíregyházán, Mária Bócson. Vonzanak a különböző technikák, így a tűzzománc, a színes üvegek varázsa, ólomüveg, üvegfúzió, üvegrogyasztás, üvegmozaik készítés, részkarc és kerámia. Ezeken keresztül próbálom a szentet megjeleníteni. A 2000-ben létrejött Hajdúdorogi Művésztelepnek alapító tagja vagyok, és 2005-től a szervezője. A művésztelep 2015-ig elsősorban a tűzzománc technikák alkotóit gyűjtötte össze, majd ezután elsősorban a hagyományos tojástemperával készülő ikonok vették át a fővonalat az alkotás folyamatában. 2012-ben görögkatolikus nevelésért díjban részesültem, 2013-ban Brassai díjat kaptam. 2015-től tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Számos egyéni és közösségi kiállításon vettem részt, többek között Sátoraljaújhelyen, a Lavotta Ház galériában, Nyíregyházán a Szent Atanász Hittudományi Főiskola galériájában, a Hajdúböszörményi Művelődési Központban, Varsóban, a Domonkos testvérek által rendezett nemzetközi ikonkonferencia kiállításán, a Harcos Szentek kiállításán Budapesten, az Okridi Szent Naum Magyarországi Kultusza című kiállításon Budapesten, Szegeden, Rómában a Görögkatolikus Egyház Liturgia és Művészet című kiállításán. A Te Szent Képed előtt meghajlunk jóságos címmel nyílt ikonkiállítás 2016-ban Mária Bócson. Az Ars Sacra Debreceniensis kiállításon Debrecen város díját kaptam meg, és ez a kiállítás meghívást kapott Budapestre a Várkert Bazár kiállítótermébe is. 2023-ban a 110 éves a Görögkatolikus Egyház című kiállítás díjazottja lettem, egyénileg és diákainkkal együtt. Ikonjaim elsősorban templomokban és egyházi közösségi házakban, iskolákban találhatóak meg, így a Máté-Szalkai Közösségi Házban, a Miskolctapolcai Főiskolai Kollégiumban, a Téglási, a Debreceni, a Kokadi, a Fábiánházi görögkatolikus templomokban. Ikonosztázionjaim a Debrecen Csapókerti, a Vásárosnaményi, Álmosdi, Huszártelepi görögkatolikus templomban találhatók. Készülőfélben a Józsai, Hajdúnánási, Nyíltúrai ikonosztáz. Ólomüvegablakokat készítettünk Téglás, Nyíracsád, Nagyecsed görögkatolikus templomaiba. Miskolc avas jezsuita, illetve görögkatolikus kápolnájába a miskolci Kármelita templomban. Üvegfúzió technikával készültek a balkányi, a komlóskai, az ópályi görögkatolikus templomok ablakai. Kültéri munkák a Jósavárosi görögkatolikus templom kertjében állított velencei üvegmozaik kereszt, a szikszói görögkatolikus templom falán 2x3 méteres Isten szülőt ábrázoló velencei üvegmozaik kép és a templomkertben található mozaik kereszt, melyet Balázs Miklós Ernő mozaikművésszel közösen építettünk be. Számos Lé Krisztus és megállító ikonunk van szerte az országban. A Hajdúdorogban található munkáim, a Székesegyházban a Pócsi kegykép másolata, az Isten szülő csókolókép, a templom előcsarnokában található tűzzománc tábla a centenárium emlékére. Szent Bazil ábrázolások a görögkatolikus általános iskola, a görögkatolikus óvoda és a gimnázium udvarán, valamint az Isten szülő oltalma idősek otthonának homlokzatán található ikon. A gimnázium kápolnájának ikonjait, az ebédlő nagyméretű utolsó vacsora ikonjait a diákokkal együtt készítettük, de a városkönyvet borító tűzzománc képek és a polgármesteri tűzzománc medál is a műhelyünkből került ki. Gratulálunk neki!
Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete a 66/2023. április 27-i képviselőtestületi határozat alapján Hajdúdorogért emléklap kitüntetést adományoz. Galamb Mária, a hajdúdorogi polgármesteri hivatal volt igazgatási osztályvezetője és anyakönyvvezetője részére, az évtizedeken át végzett felelősségteljes munkájáért, a hajdúdorogi lakosokért végzett önzetlen szolgálatáért, szakmai elhivatottságáért, a településünkön található műalkotások létrejöttében való aktív szerepvállalásáért. Tisztelettel felkérem Galamb Mária nyugalmazott köztisztviselőt, hogy az emléklap átvételére fáradjon a színpadra. Galamb Mária az alábbi gondolatokat kívánja megosztani velünk. Öröm számomra visszaemlékezni gyermekkoromra, önálló életem első lépéseire, felidézni hivatásomat és azt a sok mindent, amit életem során megélhettem. Hajdúdorogon 1950. június 8-án születtem. Isten éltesse. Szüleim nagy szeretettel neveltek két fiú testvéremmel együtt egy boldog családban. Igyekeztek nekünk mindent megadni, rendezett otthont, finom ételeket, tiszta ruhákat. Az akkori Petőfi téri általános iskolába jártam. Középiskolai tanulmányaimat Hajdúnánáson végeztem. Az Egyetértés Áfésznél létesítettem munkaviszont könyvelői munkakörben. Képesített könyvelő lettem, majd pénzügyi osztályvezető helyettes. 1977. augusztusában jelentkeztem a nagyközségi tanács által meghirdetett gyámügyi ügyintéző állásra, ahová felvettek. Munkába állásomat követően beiskoláztak az egységes államigazgatás alapfokú, valamint ezzel egy időben az anyakönyvvezetői képzésekre. Eddig arról tettem említést, hogy magánéletemet milyen családi kötődések és milyen kisebb-nagyobb közösségek határozták meg. A továbbiakban a teljesség igénye nélkül azokról a személyekről teszek említést, akiknek kiemelkedő szerepük volt tanulmányaim és munkáim során, érzelmi és értelmi vonatkozásban egyaránt. Szeretettel gondolok vissza Zsurka János megyei főanyakönyvvezetőre, aki elindított az anyakönyvvezetői pályámon, illetve Boda Istvánné, a debreceni Kossuth Gimnázium magyar szakos tanárára, aki felkészített a főiskolai felvételi vizsgáimra. A főiskolára felvettek, és a 4 évfolyam elvégzése után 1987-ben sikeres államvizsgát tettem. 1989. július 1 hatállyal kineveztek az igazgatási osztály vezetőjének. Az ott folyó munka sokrétű és szerteágazó volt, amit egy jól szabályozott rendszerben végeztünk. Hétköznap köztisztviselő voltam, ügyfeleztem, ügyiratokat intéztem, irányítottam az osztály munkáját, aztán jött a hétvége, amikor az anyakönyvvezető asztal mögé álltam, a pódiumra léptem. Ezt a számomra csodálatos hivatást 33 évig végeztem. Szeretettel és őszinte tisztelettel emlékezem vissza dr. Kocsis Miklósra, az akkori tanácselnökre és az első szabad választások utáni polgármesterre, akinek a legtöbbet köszönhettem. A rendszerváltás követően sok új dolog jelent meg, felpezsült a közélet, amiben én is részt vettem. A polgármester megbízásából utána jártam, hogy a környező településeken a régi politikai rendszer jelképét ábrázoló ötágú vörös csillag helyére milyen emlékműveket állítottak. A legszebb műalkotással Hajdúböszörményben találkoztam, melynek alkotója Varga Imre, budapesti szobrászművész volt. Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete is őt kérte fel egy köztéri alkotás elkészítésére, amelynek a témája sokáig kérdéses volt. Az ezzel kapcsolatos megbeszéléseken volt szerencsém nekem is részt venni. Több felvetés mellett az én javaslatom az volt, hogy ebben a vallásos közegben vallásos témájú műalkotás lenne a legméltóbb. Javaslatomat a döntéshozók elfogadták, és azt is helyben hagyták, hogy a szobor mondani valója a Bibliából legyen kölcsönözve. Így született meg Varga Imre szobrászművész alkotó műhelyében a Jákob küzdelme az angyallal témájú monumentális köztéri alkotás. A művész a szobor hátoldalára véste a Mert küzdöttél az Istennel és az emberekkel, és győztél feliratot. Az ünnepélyes szoboravatásra 1992. október 31-én került sor. Úgy gondolom, hogy a városnak több maradandó értéket is hagytam magam után.
ezek közül az egyik görög Demeter mellszobra, amelyet én készítettem el, az azóta is a polgármesteri hivatal mellett kialakított emlékkertben áll. A másik pedig a város címere. A rendszerváltozást követően Hajdúdorog városának is elkészült a Hajdú településekre jellemző égszínkék mezőben U alakú pajzsban megformált címere, amely évekig ebben a formában volt használatban. Eldöntöttem, utána nézek, milyen ősi címere volt településünknek. Kutatásaim eredményeként Budapesten találtam rá Hajdúdorog 1800-as években használt címerére, amelyben a pajzs formája és színe különbözött az előzőtől. A vörös színű mezőbe foglalt címerkép változatlan. A pajzs fölött középen kettős kereszt, oldalt két fecskefarkú trikolor hadilobogó emelkedett ki. A kettős kereszt a lakosság vallásosságára utalt, előbb mint görögkeleti, majd a görögkatolikus vallásra. Megszerzett információk alapján ezt az ősi címert elkészítettem és bekereteztettem Béres János asztalos mesterrel. Azóta is ez a címer van használatban, és ez a címer ékesíti a város díszdászlóját, amely a polgármesteri irodát ékesíti. Kiadványokat is szerkesztettem a város nevezetességeiről. Az első kisfüzet képes formában jelent meg, rövid illusztrációval, három idegen nyelvre lefordítva. A borítólapja egy Nyíregyházáról érkező repülőgép régi felvétele. Ez a kiadvány a mai napig nagy sikernek örvend. A benne rejlő információkat sokan használják fel azóta is különböző programok bemutatásához. Hajdúdorogról több helyzetelemzést is készítettem, amelynek különböző kiadványokban is napvilágot láttak. Többek között a természeti környezetről, gazdasági és történelmi háttérről, közintézményekről, vallási életről, valamint helyi eseményekről. 2011-ben mentem nyugdíjba. Számomra ez a néhány évtizedig tartó szolgálat sok esetben áldozattal járt, de lelki feltöltődést is adott. Mindvégig igyekeztem szakszerűen, emberségesen bánni az ügyfelekkel, mert számomra ez volt a legfontosabb. Gratulálom meg, szeretettel! Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete a 67/2023 április 27-én képviselőtestület határozat alapján helyi gazdasági élet kiválósága emléklap kitüntetést adományoz Kökényesi János egyéni vállalkozó részére, a Kökényesi autószerviz megalapításáért, a gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatások magas szintű viteléért, a helyi foglalkoztatás elősegítéséért, a szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati képzéséért. Az emléklap átadására tisztelettel kérem fel Horváth Zoltán polgármester urat. És el sem kell kérnem, azért tiszteletből felkérni Kökényesi János urat, hogy meglát az emléklapot. A Kökényesi autószerviz 2000. november 27. napjától kezdte meg tevékenységét Hajdúdorogon a Hajnal utca 15 szám alatt. Korszerű gépek és műszerek segítségével 247 négyzetméter területen személygépjárművek és kisteherautók javítása mellett mezőgazdasági gépek javítását is vállalva indult el a munkavégzés. A vállalkozás tevékenysége szolgáltatási jellegű, elsősorban a Hajdúdorogon működő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és magánszemélyek veszik igénybe. Kökényesi János autószerelő mesterszakképesítését 1998. decemberében szerezte meg. A közszolgáltatást a vállalkozás elindításakor néhány évig egyedül, napjainkban már több dolgozó foglalkoztatásával végzi.
2013-ban egy nagyobb beruházás elvégzését követően a műhely felszereltsége nagy mértékben javult, a tevékenységi kör bővült. Az autószerelő műhelyben megjavított, illetve vizsgára felkészített járművek műszaki vizsgáztatása a helyszínen történik. A műhely korszerűsítésének köszönhetően, illetve a szakmai hozzáértés elismeréseként 2016-ban a Hajdubihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkeresésére az autószerviz tanulók gyakorlati képzőhelye lett. Kökényesi János szakmáját magas fokon művelő, korrekt munkaadóként, kiváló szakmai oktatóként ismerik, aki a vállalkozás gazdaságosságán, eredményességén és hatékonyságán túlmutatóan nagy odafigyeléssel, emberséggel végzi és szolgálja Hajdudorog közösségének érdekét. Végezetül a kitüntetett köszönetét fejezi ki azoknak, akik vállalkozását eme megtisztelő díjra jelölték, és azoknak is, akik ezt megszavazták. Gratulálunk neki! Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete a 68/2023 április 27-i képviselőtestület határozat alapján Hajdúdorogváros ifjú tehetsége díj kitüntetést adományoz Pálóczi Zoltán, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar végzős hallgatója részére. A kiváló tanulmányi eredményeiért, a kiemelkedő teljesítményéért, szorgalmáért, tehetségéért, az egészségügyben nyújtott önkéntes szerepvállalásáért. Kérem Pálóczi Zoltán urat, hogy a díj átvételére fáradjon a színpadra. Pálóczi Zoltán a következő gondolatokat tartotta fontosnak elmondani magáról. Hajdúdorogon élek, itt érettségiztem a Szent Bazil Oktatási Központban, majd a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán folytattam a tanulmányaimat. Az egyetemi éveim során gazdag, szociális életet éltem, a Debreceni Egyetem medikus kollégiumainak hallgatói kulturális elnöke, majd alelnöke lettem. Nagy energiát fordítottam a közösségépítésre. Azt vallom, hogy egy megfelelő és jó közösségben a legrosszabb dolgok is jobbnak tűnhetnek. A gyakorlatok során a betegekkel való együttműködés kiemelkedően jól ment. Jól kijöttem velük, és mindig szem előtt tartottam, hogy mennyire fontos a megfelelő kommunikáció és felvilágosítás. Szervezett vagyok, mindig előre gondolkodom, és így az időbeosztásom mindig megfelelő. Gondolkodásomra jellemző a megoldásorientáltság. Nincs két egyforma páciens, ezért fontosnak tartom a kreativitást. A Covid-pandémia során az egészségügy megsegítésére sok időt fordítottam úgy, mint az országos mentőszolgálattal való közreműködés mintavételekben, az intenzív terápiás osztályokon való önkénteskedés, melyek során segítettem a gyógyszerek beadásában, betegek mozgatásában, valamint támogattam az egészségügyi személyzet munkáját, a Debreceni Egyetem klinikai központ oltópontján a betegek irányításában és az oltóanyagok rendszerezésében vettem részt. 2021. novemberében a Debrecenben megrendezett ISU rövidpályás gyorskocsi a világkupán, valamint a 2022-es férfi kézilabda Európa bajnokságon Covid-tesztelő feladatokat láttam el a sportolók, a média munkatársai és a személyzet körében. A szülészet nőgyógyászat az a szakirány, ami a legjobban érdekel. Jövőbeni célom,
szülésznőgyógyász rezidensként elkezdeni a pályámat, és számomra az nem kérdés, hogy hol. Természetesen Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm a döntéshozóknak, Hajdúdorogváros közösségének, hogy ennek a megtisztelő díjnek az odaítélésekor rám gondoltak. Szívből gratulálok! Kedves vendégeink, a dr. B. Pap János pedagógus emlékdíjak átadása következik. A pedagógus számára az év minden napja munkanap, ugyanis a gondjaira bízott gyermek felődése nem korlátozódik a tanítási napokra. Legnagyobb feladata a szeretettel, szeretetre való nevelés. A tudásvágy felébresztése és a tudás átadása. Az igazi pedagógus nem csupán ismeretet közvetít, hanem figyelemmel kíséri tanítványa előrehaladását, minden mozdulatával, lénye egészével nevel, és az oktatói munka során akarva-akaratlanul mintává válik tanítványai számára. A mindennapokban nem csak gyereket nevelnek, hanem jellemet is formálnak. Egy jókor megfogalmazott mondat, egy mosoly, egy ölelés a fiatalokra egy életre szóló hatást gyakorol. Hajdúdorogváros önkormányzati képviselőtestülete a 70/2023. április 27-i képviselőtestület határozat alapján dr. B. Pap János pedagógus emlékdíjat adományoz. Fácán Gabriella, szolfés tanár, okleveles énekzenetanár, mesterpedagógus, közoktatásvezető szakvizsgázott pedagógus, intézményvezető helyettes részére. A Hajdúdorogi Ifjúság zenei műveltségének megalapozásáért, a kimagasló pedagógiai és szakmai munkájáért, hivatástudatáért, az országos és megyei versenyekre való felkészítő tevékenységért, az iskolai, városi rendezvényeken való szerepvállalásaiért, Hajdúdorogváros kulturális életének gazdagításáért. Az emlékdíj átadására tisztelettel kérem Horváth Zoltán polgármester urat. Az emlékdíj átvételére tisztelettel kérem fel Fácán Gabriella tanárnőt, hogy fáradjon a színpadra. Fácán Gabriella 1993. szeptember óta a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szolfés tanára, 2009-től művészeti munkaközösségvezető, 2019 óta intézményvezető helyettes. Az elmúlt 30 évben számos iskola és városi kulturális rendezvény műsorának szervezője és aktív résztvevője. Tanítványaival és kollégáival minden felkérésnek elegettéve változatos és színvonalas műsorral örvendeztetik meg a közönséget. Fejlesztő, innovatív mesterprogramja keretén belül digitális tananyagot és játékos, interaktív feladatokat készít az alapfokú zeneművészeti képzés zeneismeret tantárgy számára. Pedagógus munkásságának küldetése a zene szeretetének és örömének továbbítása. Mindennapi munkája során célja a zenei műveltség megalapozása, a tanulók zenei ízlésének formálása, a zenehallgatás iránt igény kialakítása és a tehetséggondozás.
a növendékek érdekeit, igényeit figyelembe véve türelemmel gondozza őket, és fejleszti érzelmi és értelmi intelligenciájukat. Az elmúlt évek során arra törekedett, hogy vonzóbbá tegye a zenetanulást, színesebbé a mindennapokat a hajdudorogi gyerekek részére. Szeretettel, odafigyeléssel felkelteni érdeklődésüket, és folyamatos impulzusokat adva motivációjukat fenntartsa. Tanítványai szívesen emlékeznek vissza a zeneiskolai évekre, és örömmel íratják be gyermekeiket hozzá. Az órán a harmonikus, gyermekközpontú atmoszféra kialakításával minden növendék maximális figyelmet kap. Megértő, bizalomteli légkörben, játékos, az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó tanítási módszerekkel vezeti be a gyerekeket a zenebirodalmába. A hatékony tanítási, tanulási folyamatok érdekében olyan változatos pedagógiai eszközöket használ óráin, amely által a diákok motiváltabbak, nő az interaktivitásuk és gyorsabban, pontosabban kap visszajelzést a tananyag megértéséről. Az órák menetét és a számonkérést gamifikálva a diákok a passzív befogadás helyett aktívan vesznek részt az órákon. A tradíció, modernizáció, adaptáció hármas elvét szem előtt tartva a zeneiskolások a hangszeres tudás mellett olyan zenei alapműveltségre tehetnek szert, amelynek később nagy hasznát veszik az életben. Könnyedén és jól teljesítenek a középiskolai énekórákon, és szívesen látogatnak hangversenyeket, opera előadásokat. Növendékei szeretettel, figyelemmel, megértéssel, ám következetes és rendszeres munkával irányítja. Az elmúlt években több tanítványa választotta a zenei pályát, és a közép- és felsőfokú intézmények felvételi meghallgatásain is nagy előnyt jelent a biztos zeneelméleti tudás. Korszerű szaktudományos ismereteinek, szaktárgyi felkészültségének, lelkiismeretes és szakmailag folyton megújuló munkájának köszönhetően szép eredményeket ért el tanítványaival, szolfés, zeneirodalom és tehetségkutató versenyeken. A hajdudorogi zeneiskolás diákok két alkalommal országos első helyezéssel büszkélkedhettek. Az elmúlt 30 évben számos fejlesztő, innovatív terve valósult meg a művészeti képzésen belül, úgy mint a játékos kezdet, biztos alapok. A kezdő növendékek számára egy év szolfés előképző bevezetése a hangszeres tanulmányok megkezdéséhez nélkülözhetetlen kottolvasási készségek elsajátítására. Színvonalas iskolai és városi kulturális rendezvények, jubileumi hangversenyek, műveltségi vetélkedők, tanári és növendék hangversenyek szervezése. Felejthetetlen zenei élmények gyerekeknek, szülőknek, opera előadások, hangversenyek csoportos megtekintése. Az élő muzsika házhoz jön, ifjúsági ismeretterjesztő hangversenyek szervezése zeneiskolás tanulók számára. A közös muzsikálás öröme, a csilingelő hangú dalos pacsirták hajdudorogi zeneiskolás kamarakórus és kamarazenekar alapítója. Ezekkel a kezdeményezésekkel nem csak a zeneiskolás gyerekek érdekeit tartotta szem előtt, de Hajdudorog város kulturális életét is színesítette. Fácán Gabriella pedagógus hitvallása Kodály Zoltán egy gondolatával forr össze. Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt megszerezni az iskola kötelessége. Szívből gratulálok neki. Hajdudorogváros önkormányzati képviselőtestülete a 69/2023 április 27-i képviselőtestület határozat alapján dr. B. Pap János pedagógus emlékdíj kitüntetést adományoz. Szolnoki Tibor, magyar történelem és filozófia szakos tanár, magyar szakos tantárgygondozó szaktanácsadó, tanfelügyelő és minősítő szakértő, kutató és mesterpedagógus részére a kimagasló pedagógusi nevelő és szakmai munkájáért, a jövő értelmiségének neveléséért, hivatástudatáért, a diákok országos versenyekre való felkészítéséért és a kiváló eredmények eléréséért, a tanulók iskolai és városi ünnepi megemlékezésekre történő felkészítéséért.
A kitüntetett nagyon sajnálja, hogy majd nem tud személyesen jelen lenni, mert egy korábban elfogadott a Nemzeti Színházban megvalósuló programon való közreműködéséért már nem tudta lemondani. De önmagáról az alábbiakat kívánja a jelenlévőkkel megosztani. 1955-ben születtem Debrecenben paraszti családból. A nagy padlássöprés után édesapám buszvezetőként dolgozott a nyugdíjazásáig. Édesanyám betanított munkásként, ha kapott munkát. Három fiút neveltek nehezen, de tisztességben. Nekem, a harmadiknak jutott osztályrészül, hogy értelmiségi pályára léphettem. A szülőfalom, Alsó Józsa általános iskolája után a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium matematika tagozatán érettségiztem éppen 50 éve. De az érdeklődési köröm humán jellege miatt a Kossuth Lajos Tudományegyetemre jelentkeztem, magyar történelem szakra. Tanári pályám Veszprémben a Kállai Éva Gimnázium és egészségügyi szakképzőiskolában indult, ahonnan 4 év után a Sárospataki Rákóczi Gimnáziumba kerültem. Ebben a kezdő tanári korszakomban igyekeztem mindazt megtanulni és továbbadni, ami az egyetemi oktatásból, ideológiai szemléleti okokból kimaradt. Diákjaimat nem a tankönyvek szerint oktattam, hanem az önálló gondolkodásra. Jóval később tudtam meg, hogy 1980-tól a rendszerváltásig a titkos rendőrség aktákat vezetett rólam. 1988-ban fejeztem be a tanulmányaimat a Budapesti Egyetem filozófia kiegészítő szakon, ahol Kant és Madács címmel írtam szakdolgozatot. A rendszerváltásban aktívan vettem részt, ám nem kívántam politikusi pályára lépni, és részben magánéleti okból feleségemmel, Farkas Ágotával Göncön telepettünk le. Ott egy általános iskolában tanítottam. 1994 óta élünk Hajdúdorogon, és tanítottunk mindketten a görög katolikus gimnáziumban. Először úgy tűnt, hogy szakmai előbrejutást is remélhetünk ettől, vezető tanára lettem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának, előadásokra hívtak meg. Aztán elért bennünket az, ami ezen a pályán nem ritka, ahhoz, hogy két gyermekünket, Zsófit és Sebőt felneveljük, illetve magunkat is fenntartsuk, a hétköznapokat megnyújtva minden időkben dolgoztunk, tanítottunk. A nappali mellett a helybeli esti gimnáziumban óraadóként 15 éven keresztül. Mindemellett nem szorult háttérbe az egyik legfontosabb pedagógiai tevékenység sem. Tehetséges tanítványaimmal többször szerepeltem országos versenyek döntőjében. 2002-ben a Teátrum Hungari, 2006-ban a Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójának szentelt tanulmányi versenyben, illetve 2009-ben a Kazinczy és a Rádaiak című műveltségi vetélkedőben értünk el kétszer is negyedik, továbbá 5. helyezést. Talán ennek is köszönhetem, hogy ebben az évben a Nemzeti Színház középiskolás versenyén zsűrizek, illetve írom a feladatokat. 2004-ben jelentkeztem a Pázmány pedagógus szakvizsgát adó posztgraduális képzésre. Ebben az időben jelent meg egy dolgozatom a tanári tekintélyről és a tekintélyelvűségről a Mester és Tanítvány című pedagógiai szaklapban, de ezzel vége is a publikációm sorának. 2012-ben a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyház centenáriumára emlékezve országos középiskolai versenyt rendeztem Kriszti Fidelez Grejki jubileumi program helyi eseményeként. 2014-ben sikeres vizsgát tettem és lettem magyar szakos tantárgygondozó szaktanácsadó, tanfelügyelő és minősítő szakértő, egyben mesterpedagógus. Mint szaktanácsadó tananyagfejlesztői feladatokat kaptam az OFI-tól, az új generációs tankönyvek implementációját segítendő. Érettségi elnöki megbízásokat teljesítek 1996 óta. 2019-ben öregségi nyugdíjjal elküldtek a Szent Bazil Oktatási Központból, de azóta is teljes állásban tanítok a Tiszalöki Teleki Blanka szakképzőiskolában. Részeseként a börtön, illetve a roma integrációnak. 2022 őszén megtartottam székfoglaló előadásomat a Madács Irodalmi Társaságban. Azóta is a drámaköltő bicentenáriumára emlékeztetve fejtek ki tudományos szakmai tevékenységet. Végre azzal foglalkozom, amivel mindig is szerettem volna, az ember tragédiája kutatásával. A megtisztelő elismerést, a számomra adományozott díjat mind a döntéshozóknak, mind Hajdúdorogváros közösségének tisztelettel megköszönöm. Szolnoki Tibor, a dr. B. Pap János pedagógus emlékdíj kitüntetést egy későbbi alkalommal fogja személyesen átvenni. Gratulálom!
Horváth Zoltán Hajdudrog görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város polgármestere, polgármesteri elismerő oklevelet adományoz a Hajdudorogváros önkormányzata anya, csecsemő és gyermekvédelmi tanácsadó védőnői részére, az anya és csecsemő gondozásban, valamint az ifjúság körében végzett elhivatott, áldozatos munkájukért, az egészségügyi, szociális és mentálhigiénés területeken végzett lelkiismeretes és kimagasló szakmai tevékenységükért, a világjárvány idején tanúsított önzetlen szerepvállalásáért, Hajdudorogváros közösségének egészségért végzett magas szintű szolgálatokért. Az oklevél átadására tisztelettel megkérem Horváth Zoltán polgármester urat. Az oklevél átvételére tisztelettel kérem fel Bújdosó Ildikót, Dobostar Juliannát, Görög Miklósnét, Pocsainé Fodor Máriát és Veres Mariant, hogy fáradjanak ide a színpadra. Szeresd az egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen és a jövő. Mi sem tükrözi jobban a hajdudorogi védőnök mindennapi tevékenységét, mint Báci Gusztáv orvos gyógypedagógus sorai. A hajdudorogi védőnői szolgálat kezdetben az iskola utcai volt fogorvosi rendelőben fogadta gondozottjait, majd 2014 óta egy megújult, korszerűbb és családiasabb környezetben a gyermekorvosi rendelők szomszédságában várja a tanácsadásra érkező kismamákat, csecsemőket és gyermekeket. Hajdudorog gyermekeinek ellátását 4, míg az iskolai feladatokat egy védőnő látja el. Munkájuk során a jogszabályokban előírtaknak megfelelően a családokat otthonukban látogatják, míg tanácsadás keretein belül az iskola utcai épületben fogadják őket. Az iskola védőnő az oktatási intézményekben végzi mindennapi feladatait, együttműködve az ott dolgozókkal, iskolaorvosokkal. Feladatuk összetett. A gondozottakat a várandóságtól kezdve egészen a gyermekek nagykorúvá válásáig nyomon követik, fejlődésüket és egészségük megőrzését segítik. A védőnők egészségügyi, szociális, mentálhigiénés tanácsot nyújtanak, szűrővizsgálatokat szerveznek, védőoltásokat készítenek elő, valamint egészségnevelő és más egészségvédő közösségi programokban vesznek részt. A gyermek és a felnőtt háziorvosokkal együttműködve, lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint végzik mindennapi tevékenységüket. A munkatársak már több mint 15 éve dolgoznak együtt és alkotnak egy összetartó kollektívát. Az elmúlt években folyamatosan a szakmát érintő változásokhoz alkalmazkodva, olykor kollégáik feladatait átvéve segítették át egymást a nehézségeken. Egymást támogatva, válnak vetve dolgoznak. A kiváló együttműködésnek és összetartó csapatmunkának köszönhetően a védőnők a 2020-as Covid-járvány nehézségeivel is megbirkóztak. Hajdudorogváros önkormányzatával együttműködve képesek voltak az új helyzethez alkalmazkodni, nem hagyták magukra gondozottjaikat. A személyes találkozókat felváltotta a telefonos kapcsolattartás, ugyanakkor videóüzenetben is segítették a gyermekek ellátását. A járvány idején biztosítva volt a védőoltások és szűrővizsgálatok folytonossága, a tanácsadó ajtaja mindig nyitva állt gondozottjaik előtt. Kötelességtudóan segítették a felnőtt háziorvosok munkáját. Tevékenyen vettek részt a koronavírus elleni védőoltás beadásának megszervezésében és lebonyolításában. A jelzőrendszer tagjaiként szorosan együttműködnek a városi önkormányzatával, az oktatási és nevelési intézményekkel, a gyámhivatallal, a család és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a Szociális Szolgáltatási Központ család és gyermekjóléti központjával. Az ezidáig önkormányzati fenntartású védőnői feladatok ellátása és szervezése 2023. július 1-től az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása alá kerül, ám mindettől függetlenül a jövőben is Hajdudorogváros önkormányzatával együttműködve, változatlan körülmények között, ugyanazon a helyen, lelkiismeretesen,
és magas szakmai színvonalon fogják végezni munkájukat, gondozzák ellátottaikat. Szívből gratulálom nekik! Kedves jelenlévők, múlt nélkül nincs jövő, és mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe, állapította meg Babits Mihály. Településünk az elmúlt évszázadok alatt sokat változott. Minden kor, minden nemzedék hozzátett valamit ahhoz az értékhez, amely ma mindannyiunk számára hajdúdorogot jelenti. Tették ezt úgy, hogy megfeleltek az adott kor kihívásainak és magyarságuk, hitük, az itt élők által elvárt kötelességeiknek. Ezek teljesítése, kitartást, céltudatosságot és olykor bizony áldozatokat is kívánt. Különös tisztelet és köszönet illet mindenkit, aki részt vállal, vagy valaha részt vett ebben a nemes, de nehéz munkában. Ugyanakkor fontos, hogy a jelenben is felismerjük és elismerjük a városért tenni akaró és tenni tudó embertársainkat. Büszkék lehetünk az elődökre, és legyünk büszkék azokra is, akik ma kaptak elismerést azért a munkáért, amit Hajdúdorogért végeztek. Tisztelt kitüntetettek! Hajdúdorog város önkormányzata és a város közössége nevében szívből gratulálok Önöknek. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, munkájukban és magánéletükben további örömteli, sikeres éveket. Kedves! Kedves vendégeink! A kitüntetettek nevében köszönetet mond Papp György Ferenc, Hajdúdorogváros díszpolgára, akit most tisztelettel szólítok ide a színpadra. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak, kedves mindnyájan, akik itt most engem hallgatnak,
több mint 1000-szer léptem már színpadra, de ettől mind könnyebb volt. Nem könnyű megszólalni, de mivel megköszönésre kértek fel, ezért kezdem azzal, hogy megköszönöm mindannyiunk nevében, kedves kitüntetjeink nevében. Köztük olyan számomra különleges személyek is vannak, például Galamb Marika, aki, mint hallhattuk is, 1950-ben született, csak úgy, mint én. Azt nem sokan tudják, hogy ez a legjobb évjárat volt évszázadban. Pálcán Gabi, akivel volt szerencsém együtt dolgozni itt a Móra iskolában, és én nem készültem különösebb írással. Egyébként annyira sok minden elhangzott azok közül, amit gondoltam, hogy én is kitérek. Hát minden esetre kezdjük azzal, hogy körülbelül 10% illet meg engem ebből a kitüntetésből. A többség, a nagy része azokat illeti, akik segítségével, akik munkájával, kitartásával, tehetségével hozzájárultak ehhez a szép hagyományápoló, hagyományőrző tevékenységhez, nevezetesen a magyar népzene, később a magyar nóta művelésével, bemutatásával, színpadra bívésével. Akár a népdalosok, akár a nótások közül is, és mondom, a nagyobb érdem az övék, többen is itt vannak a teremben, kérem tapsoljuk meg őket. És a köszönet illeti, amint a felolvasott önéletrajzból is hallható volt, elsősorban a családot, az én kedves, drága, szeretett családomat, a társaimat, szomszédaimat, rokonaimat, közeli, távoli ismerősöket, barátokat, és hát a hajdudorogi lakosságot is mondhatom, hiszen a közönség révén nagyon sok emberrel találkozhattunk az elmúlt 50 év során. 50 év az egy fél évszázad, nagyon hosszú idő, és az előbb is mondtam egy nem nagyon ideillő vicces kifejezést, ez még gombócból is sok. Ezt végig 23 éves voltam, amikor elkezdtem, és hála Istennek, hogy végig tudtam ezt mind a mai napig csinálni, és remélem, hogy még van bennem egy kis erő és idő a folytatásra. Nagyon sokszor elhangzott, sok köszöntő beszédben is, és a ismertetőkben is a közösségi létnek a fontossága, közösségi, a szervezet, társasági együttlét tevékenységnek a fontossága, amit én is nem győzök aláhúzni és nagyon kihangsúlyozni. Nagyon segíti azt az ember életében az a tudat, hogy vannak társak, van kihez fordulni, van kivel megbeszélni bármilyen, akár családi, egyéni gondot is a szakmán kívül. És hát csak ajánlani tudom mindenkinek, akik közösségben még nem járnak, és mindegy az, hogy kulturális sporttevékenység, horgászat, vagy bármi, iratkozzanak be, jelentkezzenek, alakítsanak csoportokat, hát nem beszélve a hagyományőrzésről, a nemzeti kincsünk, a magyar anyanyelvünk, a népdal, a népzene ápolására. Jelentkezzenek
hozzánk minél többen, lehetőleg, ha lehet, akkor egy pár évvel fiatalabbak, mint én vagyok, és énekeljünk együtt. Dalolni jó. Nagyon szeretem a népdalt, a magyar népdalt, a magyar nótát is. A kettőt néha érdemtelenül minősítgetik, és hát, hogy a nóta, a magyar nóta az nem igazán érték, hanem csak a népdal. A kettő egyébként kicsit más, de teljesen a gyökerek azok ugyanazok, és én azt szoktam mondani, mikor erről vitatkozunk, hogy az első tag a pontosabb. Nem a népdal vagy nóta, hanem az első magyar. Magyar népdal, magyar nóta. Azt hiszem, hogy ezzel mindent megmondtam, és én nagyon szeretem mind a kettőt. Nagyon szeretem azt, hogy általában két versszakban, a népdaloknál is túlnyomó többségben két versszak, azaz nyolc sorban, a magyar nóták nagyon hasonló felépítések. Annyira tömör, annyira gazdag, annyira súlyos mondani valókat fejez ki, aki kitalálta, akár a nép, akár a szerzők, akik szerezték a nótákat, hogy ez engem megfogott már gyerekkoromban is, és későbbiek során is, és ezért szeretem ezeket a dalokat. És hát nagyon kifejezők, jellemzőek, érdekesek, szépek ezeknek egy-egy sorai. Idézek is ebből, hogy mire gondolok. Hát, hogyha például azt mondanám most ide értve egyébként a slágereket és a tánczenét és a magyar zenéket is, ide arra gondolok például, hogy van, amelyik úgy kezdődik, hogy csak a szépre emlékezem. Hát ez most rám is elmondható. Próbálok csak a szépre emlékezni. Vagy amikor azt mondja egy dalszöveg, hogy ezt egy életen át kell játszani. Vagy ha azt mondja egy másik, hogy zene nélkül mit érek én. Talán ez másnál is, nem csak rajtam, vagy én nálam. És hát nagyon, nagyon mélyen szántó gondolatok és dolgok vannak ezek, amikor a honvágyjal kapcsolatos a magyar sors, a magyar történelem viharos korszakait is felülelő, a Trianon emléke, ami szült nagyon sok zenét és dalt. A magyar nóta nem mellesleg Hungarikum is néhány éve. Ez is talán alátámasz, amit az előbb méltatásaképpen mondtam. A magyar népdalról pedig azt tudom elmondani, amit egy néprajztudós úr mondott, hogy világmonopólium, világnagyhatalom Magyarország ezen a téren. Hát bár minél több téren lenne az, meg legyen az a jövőben, én annak örülnék. Megköszönöm a kitüntetésemet, nagyon szépen köszönöm, aki felterjesztette ezt a kitüntetést, akik ezt megszavazták a részükre. Én azt szerénytelen lennék, ha azt mondanám, hogy nem esett jól, de nagyon jól esett. Kicsit szokatlan még ez a titulus. Kívánom, hogy a jelenlévők közül is minél többen ismerkedjenek meg ezzel az érzéssel. És ehhez kívánok a munkájukhoz, az életükhöz. Nagyon sok sikert, nagyon jó egészséget, Isten áldását. Köszönöm, hogy meghallgattam. Tisztelt ünneplő közönség,
Az ünnepi képviselőtestületi ülés hivatalos része itt a díszteremben a szózat elhangzását követően véget ér. Megtisztelő jelenlétüket köszönjük, ugyanakkor tisztelettel megkérem a kitüntetetteket, a testvérvárosok képviseletében megjelent kedves barátainkat, hogy még a megérdemelt jó kívánságok fogadása előtt egy közös fotó erejéig fáradjanak majd ide a színpadra. A fotózást követően pedig kocintásra és szeretett vendégségre hívjuk Önöket, valamint a meghívóval rendelkező vendégeinket a hajdudorogi helytörténeti gyűjtemény épületébe, ahol pohár köszöntőt mond Horváth Zoltán polgármester. Tisztelt megjelentek, kívánok Önöknek további szép napot, és most megkérem Önöket, hogy énekeljük el közösen a szózatot. Thank you.